A ma emberének, aki a tegnap útjain már a holnap autójával közlekedik. A vezetéstechnika világába kalauzol el bennünket a Rendészeti Szervek Kiképzőközpontja. Miből áll a vezetéstechnika témaköre? A vezetéstechnika témaköre tulajdonképpen egy, ha a rendőrség képzési rendszerét mondom, akkor egy moduláris rendszerből kialakult egymásra épülő rendszer, amely tulajdonképpen egy alapügyintézői képzéssel kezdődik, ez egy 10 tanórás, tulajdonképpen egynapos képzés, és erre ráépülő képzések vannak. A éppen mellettünk zajló emeltszintű úgynevezett megkülönböztető jelzésű járművek vezetésére jogosító 40 tanórás képzésnek az utolsó képzési napja, utolsó mozzanata tulajdonképpen ez a vizsga, amit látható is éppen a kollégáink vizsgáznak. Teljes két napig tampáján zajló képzés van, ahol tulajdonképpen a kollégák a közúti közlekedésben előforduló szituációkra vannak felkészítve. Milyen alapvető hibákat szoktak általában elkövetni a járművezetők? Én azt gondolom, hogy a közlekedésben az alapvető hiba, hogy az emberek a kényelmet keresik. Egy autóban való elhelyezkedés, azt szoktuk mondani, hogy az autóban kényelmesen kell ülni. Nagyon nehéz azt elhitetni, hogy ami először kényelmetlen és szokatlan, az az igazándiból kényelmes, egészséges, és ráadásul az a legbiztonságosabb üléspozíció. Képzéseinknél egy nagyon kulcsfontosságú kérdés az, hogy tulajdonképpen hova ül az ember. Látszik is Józsinál, hogy jól behelyezkedik. Ez egy furcsa mozdulat, ezt a 3-4 cm-t szokták az emberek kihagyni, mert oda tulajdonképpen be kell egy picit tolnia magát a sofőrnek, így közben mutatom is, hogy nekem annyira természetes mozdulat. Mikor ez megvan, akkor tulajdonképpen ez az alapja mindennek. Állítottunk egy ülőlap magasságot, utána a pedálhoz választunk egy ülőlap távolságot. Ugye Józsi rögtön mutatta is rutinból, ugye egy fejteret vagyunk tulajdonképpen magunknak. Reményeink szerint egy autós közlekedésen a legkisebb, legkevésbé előforduló szituáció, hogy fejtetőre érkezik az autó, de ha úgy érkezik, akkor viszont a gyűrődő zónája az a tetőben van, tehát kell, hogy fejteret hagyjon magunknak, itt kell beállítani az ülés magasságot. Ezután állítunk tulajdonképpen egyéb üléspozíciókat, a lábat, azt a pedálok teljes kinyomásához igazítjuk, tehát, hogy ne legyen teljesen kinyújtva a lábunk akkor sem, mikor a pedált kinyomjuk. Ez egy nagyon érdekes dolog, sokan azt szokták mondani, ugye, hogy azért nem, mert ha ütközünk jön a motor, akkor majd sérülhet a láb. Nem így van. Tulajdonképpen a gyors vezetés és reagáláshoz egy enyhén hajlított láb kell. Tehát mikor kezünk is nyújtva van, nem sok mindent tudunk csinálni, enyhén hajlított kézzel pedig gyorsan tudok mindent csinálni, tehát itt ugyanez a funkció érvényesül. Úgy tudjuk vezetni a járművet, hogy a kezünk enyhén hajlítottan eléri, ezt ugye úgy szokták oktatásoknál mondani, hogy a kormány legtávolabbi felső pontjára a csuklónkat feltesszük, akkor tulajdonképpen akkor jó a távolság. Tudjuk, hogy ezt 10 óra 10 percet tanítják vezetés oktatásoknál, ellentétben mi a gépjárművezetés technikán már 9-3-as kormányfogásnak kinevezzük szaknyelven ezt a kormányfogást, amikor tulajdonképpen velünk szemben a kormány két legszélső pontját fogjuk meg. Ez több szempontból is fontos, a légzsákok nyílásakor, illetőleg a megnyílt kormányfog elfordulást ezzel tudjuk elérni. Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ez az elmúlt évtől egy nagyon komoly emelkedőt mutat, ez pedig a terepjáró képzésünk. A telepünkön azt gondolom, hogy egy elég komoly terepjáró pálya került kialakításra. Ezeket a gyakorlatokat minden esetben külső irányításra hajtjuk végre, és tulajdonképpen a vezetéstechnikai oktató felelőssége az, hogy a jármű, illetve a kezelő személyzet képességeit felmérje. Kezdődik a terepjáró vezetőknek a képzése, és így gyakorlatilag lassan haladva megtanulják azt, hogy az autónak hol van a holtere, milyen hajtási rendszerben célszerű haladni különböző akadályokon, mik azok a terepszögek, mik azok a kijárók, amiket az autó le tud küzdeni. Első gyakorlatunk a piramis nevezetű gyakorlat, itt a terepjáró járműveknek a különböző hajtási rendszereit vizsgáljuk, a kettő és négy kerék hajtás közti különbség, illetve az összkerék felezővel történő hajtás. Nagyon sokan elfelejtik, hogy az összkerék felező fokozat az nem csak sárban segít nekünk, hanem egy dombon felfelé, tehát hogy látjátok, egy dombon lefelé is fékezés nélkül. Összkerék felező fokozattal az autó nagyon lassan
stabilan, biztonságosan tud lejönni egy ilyen terepakadályról. Bárkinél, akár a motoros képzésnél, akár az autós képzésnél hiányoznak az alapok, akkor szinte nem, vagy csak nagyon sok munkára lehet megtanulni. Átállni, ugye az első kerékhajtást imitálva egy alulkormányzottságot fogunk megtapasztalni. Az alul, illetve túlkormányzottságot szimuláló úgynevezett skidcar még operatőr kollégánknak is feladta a leckét. Az itt dolgozó szakemberek pedig úgy mondják, ez egy jó játék, amely életet menthet. Hogyan lesz valakiből profi sofőr? Hát azt nem tudom megmondani, azt tudom elmondani, hogy hogyan törekszünk arra, hogy a kollégák minél jobban vezessék az autókat. Tulajdonképpen egy picit, ha csúnyan akarom mondani, akkor kinyitjuk a szemüket, tehát megismertetjük azokat a lehetőségeket, amivel esetleg nem is gondoltak. Ha közútra belegondolunk, és talán ha átgondolod te is, akkor nem biztos, hogy mindent átgondolsz, hogy mit miért csinálsz, és amit te csinálsz, arra hogyan fog reagálni az autó, hanem az emberek ösztönből vezetnek. Most ezt az ösztönt le tudjuk azzal győzni, hogy egy picit gondolkodásra kényszerítjük a kollégáinkat, képzéssel résztvevőket, és azt mondjuk, hogy gondold át, hogy ekkor mit csinál az autó, akkor mit csinál az autó, milyen tulajdonságai jönnek elő, és azokat hogyan tudja az egyén önmaga legyőzni, illetve megtartani jármű felett az uralmat, onnantól biztonságosabbá válik a közlekedése. Nyomod egy picit a gázt, nem sokat, csak egy picit, hogy ne fulladjon le az autó, figyelsz az operatőrre, véletlenül se szeretnénk elütni. Jó vagyunk, nincsen pánik. Egyenesen megyünk még egy picit, finoman, nincsen fék. Biztos? Arra kell figyelned, hogy ne legyen pánik helyzet. Szer az terepen nem történhet semmi, velünk jó, mehetünk is. Hát a nehezén már túl vagyunk. A nehezén már túl vagyunk, igen. Itt maximum annyi lehet, hogy felborítjuk az autót, hogyha nem jó kormányzó. Terepjelvezetés technikából nálam 5-ösre vizsgáztál. Nagyon jó kezelted a járművet. Igazából a kormánykezelés, a pedál, összhang, tehát ez az egész lágyon történő terepvezetés, ez nekem nagyon tetszett. Záró mondatként csak annyit mondanék, hogy az autót nem törtük össze, tehát jó volt, jó kezelted az autót terepen.